A Románia élvonalában szereplő Marosvásárhely csapatától érkezett a Szabolcsi megyeszékhelyre 2017 végén Varga Eliza, a következő évben pedig be is mutatkozott. A Fátum Nyíregyháza BRS-e bajnoki mérkőzésen bombasztikus játékkal tette le névjegyét a magyar röplabdázásban, és azóta is oszlopos tagja a nyíregyházi együttesnek. Az eltelt három szezon alatt az edzéseken és a mérkőzéseken is bebizonyította a szakmai stábnak, hogy helye van a csapatban. Így nem meglepő, hogy továbbra is terveznek vele. A klub a héten be is jelentette, hogy a következő idényben szintén nyíregyházi színekben játszik a fiatal átló. A romaniai szezonom lesz. Nagyon érzem magam itt. Nagyon szeretnék minél többet felülni és minél jobb eredményeket elérni. Hajrá, Fátum! Ebben a videóban maga a játékos osztotta meg a jó hírt, aki bajnoki aranyéremmel zárná a 2020-2021-es idényt. Varga Eliza a koronavírus járvány miatt elrendelt vészhelyzet kialakulása után Londonban töltötte a karantént, és egy napra sem állt le a tréningekkel. Folyamatosan követte és végezte a klubja által küldött edzésterveket. Pár napja pedig visszaérkezett Magyarországra, és hamarosan csatlakozik a Fátum Nyíregyháza edzéseihez.